Sziasztok! Ha kreatív hobbi szerelmesei vagytok, akkor ez a videó nektek készült. Betérünk a kreatív hobbi nagyáruházakba és a kis családi műhelyekbe is. Mutatjuk a legolcsóbb megoldásokat és a drágább, de minőségibb termékeket is. Kezdjünk a legolcsóbb helyel, ami nagyjából olyan, mint Magyarországon a 100 forintos bolt, hogyha még létezik egyáltalán ilyen. Itt minden $1 kerül, nyilván csodát nem lehet várni, de arra tökéletes, hogy a gyerekeket ellássuk napi szinten akár fúrható, faragható, összeszerelhető, szétszerelhető dolgokkal, eszközökkel. Például itt vannak ezek a kis fa figurák. Találtál egy kis dinót, vagy sárkány az? Nem igazából, hogy a láb. Ezeket be tudják festeni, szintén festhető fadobozok. Igen, dekoráció is van. Egy pici madárházikó. Van néhány fonal is. Ebből lehet ilyen ceruzatartót csinálni. Arra kell menni. Ezekre tudnak festeni. És akkor mindenféle festék is $1. Tényleg apróságok, de tudnak vele alkotni a gyerekek. Ezzel tudtok dekorálni mindent. Strasszok. Jam. És ha már itt vagyunk, elárulok nektek egy trükköt. Nagyon sokan azzal foglalkoznak Amerikában, hogy itt megveszik ezeket a dolgokat $1, és újra értékesítik az Amazonon. Keresnek rajta valamennyi pár dollárt. Vannak gyöngyök és tollak. Ez jó, ebből jó karkötőt tudsz csinálni. Vaj, de van bogyó is. Ez jó kis tároló a gyöngyöknek. Igen. Ha valaki posztert szeretne készíteni, akkor itt vannak a színes óriás lapok. Tényleg ezeket az apróságokat meg lehet itt venni nekik a napi alkotásokhoz. A barátnőmmel egyszer harmadik osztályban csináltunk egy ilyen tündérkertet. És ahhoz itt minden megtalálható például. Dekorkövek a házikóba, akár kagylók is. És itt vannak pólók, amikre lehet festeni, lehet batikolni, anyagok is. Néhány apróságot összecsipegettünk. Azt mondják, tudod, az amerikai gyerekekről, hogy csak a számítógép előtt ülnek, számítógépes játékokkal játszanak, hogy te hogy látod, hogy érdekli őket azért a kézműveskedés, csinálnak valamit? Igen, szoktak karkötőzni a luppal, amilyen gumiból csinálnak. Azok a kis színes gumik? Igen, meg szoktak festeni, meg a számítógépen is szoktak rajzolni. Azon is csinálnak alkotásokat, és milyen karakterek, miket rajzolnak? Anime. Az ázsiai dolgok. Meg ilyen kawaii cuccok. A három nagy hobbi és kreatív üzlet közül a Michaels a legdrágább. 49 államban 1250-nél is több üzletük van. És úgy tudom, hogy itt vannak a legnagyobb leárazások náluk, akár 70%-os is. Itt éppen előttünk 50%-os. Úgyhogy megnézzük, hogy akkor itt mi a kínálat. Nagyon jó a Halloween részlegük. Nézd az a madár, amit tegnap láttunk. Lehet agyas sütics, de... Kidekoráljuk majd mi is a házat Halloweenra. Itt a polcok között van néhány kis asztal a kisebb gyerekeknek. Itt biztos tartanak foglalkozásokat. Mutassátok, hogy miket találtok. Ja, erről beszéltél, a gumikészlet, igen. $3 egy zacskó. Ez kell nekünk. A nyaklánchoz, karkötőhöz.
a kreatív játékok azoknak, akik ugye szeretik a kísérleteket. Például lehet fürdőgolyókat csinálni, álomfogót, saját plusz figurát, táskára, kulcstartóra, figurákat, vagy akár lehet ugye kötni sapkát. Ez 20 dollárba kerül. Hogy te készítsd el a saját pizzádat, ahhoz nevelhetsz bazsalikomot, paradicsomot, meg ilyeneket. Van sunflower, meg van ilyen bab. Ó, az jó, a napraforgós. Uh-huh. És a fazekaskodáshoz is van 50 dollárért teljes készlet. Van egy pár youtuber, ugye, akit uh-huh. nagyon szeretsz is. Ezeket szoktak festeni. Hát megveszik ezeket a figurákat, és akkor átfestik meg, feldíszítik. A sárkányok jól néznek ki. Aha. Ez például sötétben világít, és be is lehet festeni. Ezek nagyon szépek. National Geographic-os. Kis felfedezőknek játék. Akik szeretik a robotikát. A slime az mennyire érdekli már a gyerekeket? Hát, most már nem annyira érdeklik. Megy hát ki a divatból? Nem beszélnek róla. Nem beszélnek róla, de attól még szerintem otthon csinálják. Az biztos, hogy még kapható. Nagyon sokféle változata. Itt vannak az óriás festővásznak. A legnagyobb az 70 dollár. Leértékelve a festéket? Ezt lehet így oda tenni a számítógéphez, és így át tudsz rajzolni. Igen. Ez a koppírpapír, magyarul úgy hívják, hogy koppírpapír. Nagyon átlátszó, meg ilyen vékony. És 8 dollárba kerül. Ezt nagyon szerettem, ezt a technikát, amikor így elfolyik a festmény. Egybe a színek keverednek. Sokféle szín variálható, és egy ilyen készlet az 14 dollár. A nagyobb akrilfestékek 6 dollárért, és az egészen komoly festékek 20 dollárért. Ez az ecsetleket ki lehet mosni ebből. Ecsetmosó? Uh-huh. Ott készülnek bent a képkeretek. Ez már igazi álomdoboz, nem? Uh-huh. Ebben mindent bele tudnál pakolni. 42 dollárba kerül. És kreatív gyerekeknek szobájába. Ezek már ruhafestékek. És akkor itt nem választhatsz hozzájuk pólót. Három darabot adnak 10 dollárért. Teljes batikolós doboz, hogyha átjönnek a barátnők pizsi partira. Ez is egy nagyon helyes részleg itt, akik szeretnek sütni, tortát díszíteni. Cupcake-es készlet. A szilikon süti formák. Cukorkát is lehet csinálni, az van írva. Az ehető gyöngyök. Olvasztható csokik. Minden a torta dekoráláshoz. És a nagy matricás sor. Most magára hagyjuk egy kicsit Mirit, mert az aztán az ő osztálya itt most időt kért, hogy hagyd nézelődjön. Ezek a csaj gyöngyök tetszenek neki. Ezek annyira szépek. They're so calming. Ezt a hármat választotta, ebből fogod megcsinálni a következő midet. Nyaklánc. Nyakláncot. Igen. Igazi bőrök. Ez egy nagyon helyes üzlet. És elhoztunk tőlük egy prospektus, mert rajta van, hogy milyen kurzusok lesznek most. Például tök faragás. What I need to be free.
still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Egy teljes alkotói műhely, kis padokkal és a polcokról választható félkész mű. Különböző színek, különböző árat jelentenek. Vannak a drágábbak, $50 körül. Bármit választhatnak a polcról, amit szeretnének befesteni. És akkor adnak nekik ecsetkészletet, amit egyébként máskor is használhatnak, visszahozhatják. Nagyon nagy a választék, amihez türelmük van, mondjuk így iskola után. Rengeteg ilyen alkotói műhely van a környéken, amit választhatunk a gyerekeknek, hogyha szeretnénk nekik egy kis kézműves foglalkozást, és nem csak gyerekek, hanem felnőttek is jöhetnek ide, például csapatépítésre festeni. Egy teknőst választottál? Igen, nem egy tengeri teknőst. Maté pedig egy robotot, amiben pénzt lehet gyűjteni. Jó festést, Miri! Are you in kindergarten? First grade. Big boy. Big boy. Ez a víz nem lehet inni, azt is. Ez nem lehet meginni. Festék. Lehet jönni szülinapozni, barátokkal, lefoglalni, hogy csak egyedül legyenek, hogy az övék legyen a terem. Nagyon helyesek a gipszfigurák. Ez az egészen komoly $45 kerül. $28. Anyák napi üzenet, vers, betűket is lehet festeni. Állarcot. Vagy hercegnőket, szuperhősöket. Itt szárad a figurán. Jó kis hely, nem? Ide jöhetünk máskor is. Meg jöhetsz a barátaiddal. Nagyon helyes, a tulajdonos külön foglalkozik a gyerekekkel, most éppen félelmetes figurákat mutat Matinak Halloweenra. Nem látszik, de itt azon a fán rikácsolnak a papagájok. Itt meg délutáni karate foglalkozás van. Mirinek most van speciális órája, az első órája minden nap, az art, a képzőművészet. Miket csináltok a suliban? Hát az első dolog, amit csináltunk, az elements of art, a basic. Az alapok. Igen, az. És most már csináljuk a pop artot, ami popular art, és... 50-es, 60-as évek, igen. És melyik művész? Andy Warhol. A Marilyn képek, azok már megvoltak? Igen, és most a konzervokat rajzoljuk le. Konzervdobozokat? Igen. De lesz nem amerikai művész is? Foglalkoztok majd vele? Mert pop art az például Angliában igen, is volt. Már szerintem lesz Japán. Mm. Igen, szerintem lesz. Mutatunk még egy helyet, ahol minden $5 kapható. Ez ugye japánul azt jelenti, hogy cuki. Tényleg ilyen aranyos figurák. $5 itt van egy artasztal. Szuper vékony hegyű, 6 darabos készlet. Nagyon sokszor, amikor a gyerekek osztálytársainak születésnapja van és meghívásunk van, akkor innen választunk valami kis ajándékot. Ez is milyen jó pofa, akril festékkel. Ott van bent a vászon, meg szerintem még az állvány is. Igen. Falfestményt lehet készíteni, tényleg igazán nevetséges, hogy ezt $5 adják. És itt a készlet a batikoláshoz. Választhatsz fehér pólót is akkor, igen. Vagy ruhát. Sőt, ilyen atléta is van. Na, akkor nézzünk cipőt. Nagyon jó színes a cipőfőzőjük. Ruhát is nézzünk, mert az is jó, hogyha az batikolja. Választhatsz atlétát is. Lehet virágot ültetni, és akkor magunknak dizájnolni, festeni a cserepet. Ebbe az ecsetbe vizet kell tenni. A tartály részébe. Igen. Mit szólnál egy ilyen vászontasakhoz? Azt is batikolhatod. Igen.
ki lehet próbálni a hímzést is. Eszenciális olajkészlet. Na, mitől örültél meg? Mit találtál? It's so beautiful! Arra kíváncsi vagyok, ez egy origami készlet. És magunknak színezhetjük. Nézd, mit találtam neked? Egy kémkészlet. Van benne nagyító, álbajusz, tudsz új nyomatot venni, beletenni könyvbe. Azt mondják a gyerekek, hogy ezek a madarak már Halloweenra vannak itt. A fejű. És a kis mókusot szalad a kerítésen. A Joann viszonylag új áruházlánc, alig 10 éve van a piacon. Ha valaki nagyon szeret varni, akkor itt állítólag minden megtalálható hozzá. És nem sokára Halloween lesz, úgyhogy már a dekoráció kint van az üzletekben. Azt hallottam róla, hogy aki varni szeret, az általában ide jön anyagokért, mert itt a legszélesebb a választék. A gyerekek leragadtak a leértékelt áruknál. Filléres pult. Hát, nem tudom, mire van. Ezeket is tudjátok használni bármire. És nagy kiszerelésben vannak. Ezekben a papírtasakokban szabás minták vannak. Nyiss ki egyet, Miri? Ott van benne. És akkor meg lehet varni. Például ezt a ruhát. Elegáns ruha, maszk. Vagy akár Halloween kosztümök. Hogyha veszünk 3 gombot, akkor 2 ingyen kapunk. Tényleg minden a varráshoz. Könyv a portré rajzoláshoz. Miri megtalálta megint a gyöngyöket. Itt pedig ajtódíszekhez, dekoráláshoz. És a koszorú készítéshez már őszi színekben a virágok. 13 dollár egy ilyen mini gyöngyös készlet. Ez nagyon sokáig elég. Ezeket is választhatod, 4 dollárba kerül. Igazából most én akarok ilyen sok halkötőt, ilyen fajtát, mint ami ezen a fotón van. Uh-huh. 5 dollár. Ez 5 dollár, az nagyon jó. Ez a kis napló milyen helyes, olyan a borítója, hogy így lehet dizájnolni. Uh-huh. Ki van lyukasztva. Ez jó, érdekes. A fa osztályon is nézelődhettek. És óriás betűk is vannak, ami szintén díszíthető, festhető. A kezdőbetűjét a neveteknek kidekorálhatjátok, és akkor felrakjuk a falra. A babaház készítésből már kinőttél. Igen. Tudtok kincses ládát csinálni. Igen, van nagy, meg kicsi. És ez mennyire jó pofa, lehet órát is csinálni magunknak. Igen. Meg van egy olyan fajta, ami ott megy így. Ez is so cool. Fába bele vésni, bele égetni. Újabb pici bútorok, hogyha tündérlakot akarnak csinálni. Minden üzletben ugye van leértékelt áruk osztálya, ott lehet böngészni, sütikhez a formázók. Mindehetőek, torta díszítéshez. Egy ilyen tengeres tortát csinálná. Itt a sima tornacipő a batikoláshoz. Ez nagyon jó. Innen pedig választhat pólót. Ezeket rávarhatod a cipőre. Azon van ez a mélységbetű. Itt például 50%-os leértékelés van. Mennyi van benne? Teljes készlet. 30 dollár helyett, most 15. Ez nagyon jó. Innen vehettek el ilyen kis prospektusokat, ami segít elmagyarázni, hogy mit hogyan kell készíteni. Például képekkel dekorálni a falat, vagy gyöngyökkel a hátitáskát. Takaró. Ez a legújabb lőrület, amit nyomogatnak. Yes, stresszoldó. Ezt a pompont, ha kiteszed így az ágyadra, így tud világítani. Tehát az ágyad fölé, igen, dekorációnak, és akkor este világít. Ez
Ebben a kis műhelyben itt lehet tanulni gyöngyfűzést, nyaklánc és karkötőkészítést. Itt választhatnak maguknak anyagokat. Kaptunk egy kis kosarat, amiben már lehet gyűjtögetni a gyöngyöket. Miri már el is kezdett válogatni. Mindegyik nagyon aranyos, a teknősös is, a kagyló nagyon szép. Válasszál hozzá egy gyöngyös nyakláncot. Ez egy itt szép. Nagyon jól néz ki, igen, ez elegáns. Tényleg mindennel dekorálható. Az jobb a Halloween-nak. Halloween-osat szeretnél? Ez a Christmas. Ez meg a karácsony, igen, hóemberes. És persze nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, tehát a komolyabb dolgok. Választhattok ilyen bőr szíjakat is. Nagyon szépek, ami üvegből van. Vannak ázsiai motívumok, buthák. Például ezek. Fülbevalók segítenek Mirinek megcsinálni a nyakláncot. Választottunk néhány eszközt is, amivel elkészíthetik a saját karkötőjüket, nyakláncukat. Put a little glue on it, and then by the time you get the cap back in there, you can pull it out a little bit tighter. Just pull those ends a little bit tighter to get the glue to suck inside it. Ezek is nagyon aranyosak. Megmutatták a csomózást. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how. Ez az óriás 47 államban van, több mint 800 üzlettel. A bejáratnál a virágok. Ilyesmit keresünk a kertbe az orchideáknak. Ilyen polcot. Nagyon helyesek a cserepek. Na, nézzünk szét akkor itt is. A kis tündérlak, nagyon helyes. Nézd, itt vannak a tündérek, meg amit lehet rátenni. A unicorn! Oh my gosh, mami, nézd, ez milyen szép. Tündérszék? Kút! Oh my gosh, lehet híd! Tekezni. Nagyon aranyosan meg lehet csinálni tényleg. És akkor lehet dekorálni. Kis madarakkal, tojás, fészek. Ezt imádják a gyerekek, főleg a kislányok. Ezekre lehet feljegyzéseket írni, üzeneteket. Fotókat lehet rátenni, rácsiptetni. Mint ott. És ezt a részleget nagyon imádjuk, mert itt aztán lehet mindenféle jópofa dolgot találni. Sport témában, történelmi. Amerikás. Nemzeti parkos. Fent a hajók. Ez nem milyen cuki. És ha valaki tényleg szeretne már mindent beszerezni időben karácsonyra, jó korán, akkor megteheti azt is. Egész évben gyakorlatilag lehet vásárolni karácsonyi dolgokat. Állandó a karácsonyi készlet. Akik imádják a sellőket, a szobájukban mindent találnak. Még a villanykapcsoló, meg a konnektor is lehet sellős. Aki szereti a quillinget papírból sodorni, formákat és új alkotásokat készíteni, annak is itt vannak a készletek. A színes papírcsíkok 3 dollárba kerül.
nagyon sok nyomóforma van. Válasz egyet, Miri, és mutasd meg, hogy... Lehet, hogy mint ezt a kamerát, ha zöldbe akarod, akkor ezt kinyitod, és így meg a papírra és nyomtatsz teszem. Vele. Találtunk egy nagyon vicces dolgot, hogyha valaki egy mokaszint szeretne magának, akkor meg tudja csinálni. Itt van ez is. Itt van a könyv. Hogyha valaki ezt a hobbit szeretné. És itt vannak rögtön a bőrök hozzá. Most már a kisfiam is kedvet kapott a karkötő készítéshez. Van egy kosaras, meg egy focis. Ez a én ézsom. Igen. Igen, gyerekpólók. Mindenféle színben. Na minden gyöngyosztályra beugrasztudó. Oh, that's so shiny. They're so shiny, it's calling me. Miri, nézd, mennyi vászontosak. Ezt aztán lehet dekorálni. Nézd, háromba jön, vagy négybe. Ez pici táska. Az aranyos. És így mutatja, hogy kell maszkot csinálni. Fordítsd meg az elejét, hogy lassan. Aha, hogy ilyen lesz. És akkor itt vannak az anyagok. De akár ilyen táskát is. Vagy kötényt főzéshez. Dekorálhatsz baseball sapkát is. A gipsz figurák már előre karácsonyra dekorálhatóak. Fából is. Aki szeretne otthonra húsevő növényt. És saját erdőt is lehet készíteni. Vannak hozzá dolgok. A dekoráláshoz a növények. Azt akarom! Ilyen fű utánzatok, vagy moha utánzat. Mami, ezt akarom. Ez egy ilyen puzzle box. És meg rá kell jönni, hogy lehet kinyitni. A kinyithatatlan doboz. Itt valami. Na, adok egy kis időt. Addig nézelődök. Vaj, egy kettő. Hely, először sikerült. Ez már egy másik doboz, igen. Ez egy másik. Igen, ezt már láttam, hogy egyszer no. Sikerült kinyitni. Másodjára már máshogy van. És már a festőállványok. Olyan hatalmasak ezek az üzletek, hogy egy teljes napot is el lehet bennük tölteni. A teljes készlet. Tolltartóval együtt 15 dollár. Minőségi tollak. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! That's my choice, what I need to be free.